Sziasztok! Andi vagyok. Piri vagyok, sziasztok. Örülök, hogy itt vagy, Piri. Te velünk is dolgozol az Acon Campsban sokat, de én tudom, hogy az nem a fő munkát, mert te egy szemorvos. Szemész. Általában ő segít az emberek, hogy jobban lássa. Reméljük, általában. És most te fog segíteni nekünk jobban érteni és látni, hogy mi van az, melyik könyvből, mit olvasunk most? A Jézusi levél a legjobb. Az egyik kedvenc könyv a Bibliában, úgyhogy ez lesz a legjobb rész. Igen? Igen. Jó, akkor tényleg. Remélem, hogy már olvastátok az első fejezet, és na, mit lehet mondani az Efézus levélről? Szerintem az Efézusi levél nagyon nagy segítség. Én nagyon szeretem olvasni, főleg mostanában, mert amikor az ember már egy ideje Istennel jár, akkor nagyon sokszor elmélyül a szabályokban, és elkezd szabályokban is elérendő lécekben gondolkodni, meg hogy mit kell megugrani, meg elég jónak lenni. De elég sok van itt ebben a levélben, elég sok parancsolat van benne. Hát igen, elég sok rész, és ezeket szerintem egy csomó ember ismeri, és engedelmeskedjetek a szüleiteknek, gyermekeknek, ilyesmi. És aztán kiderül, hogy az egész az valójában arra épül, hogy Isten hogyan szeretett minket, és Isten mit tett, és hogy kegyelem által új életünk van, és ezért hogyan cselekedhetünk, hogy mire van lehetőségünk, hogy már nem kell a régi dolgokat tennünk, hanem már lehet új életünk, és ezért... És beszéltünk, nem, hogy van 6 fejezet, uh-huh. És akkor szépen lehet látni, hogy az első 3 fejezet az inkább Istenről szól, hogy mit csinált Isten értünk, és akkor a negyediktől 6. akkor jön a, akkor tehát mi van, akkor mit kell csinálnunk, ugye? Igen. Az inkább így van. És mi is látunk egy videót, az a Bible Project. Uh-huh. Az tetszik, az hasznos, nem? Igen, én mindig megnézem, mielőtt egy könyvből készülök, vagy elkezdek egy új könyvet olvasni, amikor otthon olvasom az igét, mert segít abban, hogy az ember megértse, hogy az egész könyv miről szól, mi ez a gyülekezet, mit csináltak. Ez olyan, mintha egy levelet az ember olvas, akkor jól tudja a háttérséget. És a link lent van. De az Efézus, akkor én soha nem voltam ott, de láttam, hogy az Atya a könyvben, 19. fejezetben lehet látni, hogy ott volt a Pál. 2 éve ott volt. Nem 2015-ben. Ja, most. Igen, és akkor nagyon nagyon fontos volt neki a gyülekezet, és akkor kezdett érni ezt a levelet, és beszéltünk is, hogy érdemes úgy olvasni az egész, mint egy levél, nem? Igen, úgyhogy egyben érdemes végigolvasni esetleg, hogyha van rá időtök. És nem nagyon hosszú, az csak így. Igen, összesen 6 fejezet, és az elején rögtön olyan szépen kezdődik, hogy rögtön ezzel, amiről beszéltünk, hogy Isten mit tett, így kezdődik az egész, annyira szép ez az imádság, itt az első részben a 3-tól a 14. versig, az, hogy Isten mit tett, és ha megnézitek, végig arról szól, nem arról, hogy ez történt, hanem Isten ezt is tette, és Krisztusban ez, és mindezértünk. Igen, és mondtad, hogy először az Atya, amit csinált, az igen. Jézus, és azután a Szentlélek is. Úgyhogy keressétek meg ezt a 3-at az igében, mert nagyon szép, hogy többször is egyébként ebben a levélben egy-egy részen belül mind a 3 egymás után szerepel azért, hogy az egységét mutatja a Szent Háromságnak. És a 15. verstől nekem ez nagyon tetszik, hogy én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a benetek minden szent irány megnyilvánvaló szeretetről, mit csinál? Szüntelenül hálát adok értetek. És az nagyon jó, ott van egy nagyon kedves imádság értük, hogy tovább tanulnak, nem? Igen. És az olyan, hogyha az ember másokért imádkozik, akkor tudja, hogy mindig hasznos így kezdeni, hogy nem az, hogy hát imádkozom érted, hogy jobban menjen az igéknek a megtartása, hanem hogy hálát adok értetek a hitedért, a szeretetedért, és aztán utána tényleg az, hogy mik azok pontosan, amikben azért imádkozik be, hogy növekedjen a gyülekezet, és aztán ez, amit végül is ki fog fejteni az egész levélben gyakorlatilag, amiért itt imádkozik, hiszen ezért is imádkozik érte. És sokat lehet tanulni, és lehet, hogy te úgy érzed, hogy néhány dolog az kicsit nehéz, inkább újra olvasod, és imádsággal együtt, és következő videóban akkor a második fejezet. Na, sziasztok!